Budapesten született, és közel 2 évtizede bűvöli el az opera közönségét, ugyanakkor Európa szerte is ismerősen cseng neve. Számos nemzetközi énekverseny győztese, munkásságát 2010-ben Liszt-díjjal, 2020-ban Kossuth-díjjal ismerték el, az opera pedig 2-szer is kamara énekesévé választotta. Nézzük, milyen titkokat oszt meg velünk alfától operáig. Szerinted is hasonlítanak a gazdik a kutyájukra? Vagy fordítva? Hát kutyás tapasztalatom még nincsen, de macskákban abszolút láttam eddig önmagamat. Hat-e rád az évszakok változása? Hat. Sajnos hat. Hát az ősz az nem egy olyan kellemes időszak, de a tavasz az egészen vérpesdítő. Milyen hangszered van otthon? Ja, rengeteg van. Hát van egy csomó fajta zongoránk, aztán van fuvolám, pikoló, mindenfajta barokkfurulyán van, hegedünk, és ez még bővülni fog. Ja, gitárjai, ukulele. Persze, ukulele. Az a legjobb. Sophie Marceau, vagy inkább Depardieu? Hát ez egy trükkös kérdés. Nagyon szeretem mind a kettőt. Mondjuk Sophie Marceau idealisztikusabb nekem, de lehet, hogy egy jóborozós vacsorát inkább Depardieu-vel töltenék el. Voltál-e részese balesetnek? Voltam. Egyszer belém jöttek autóval. Egy szegény bácsi elnézte a déli pályaudvarnál a kanyarodást, és borzasztó érzés volt, pedig nem túlságosan sérültem meg, csak az autón kerekét belökte félig az autó alá, de nagy szerencsém volt, hogy megúsztam. Mi lesz az első dolgod a járvány megszűnését követően? Hát szerintem ez egy folyamatos dolog. Nincs olyan, hogy most vége van a járványnak. Minden egyes pillanatban, amikor engedtek minket dolgozni, vagy lehetett emberek közé menni felépni, akkor azonnal mindenki rohan is habzsolja a lehetőségeket, és aztán sokszor ugyan, mint a kékszakálóban ránk csukják az ajtót. Ez bármeddig tarthat, azt hiszem. Lehet-e mély barátság férfi és nő között? Igen, azt hiszem lehet. Mindenféleképpen az kell hozzá, hogy az embernek ne legyenek szabad vegyértékei, de lehet. Mennyire fontos, hogy tartozzon a lakásodhoz balkon, terasz vagy kert? Alapvető. Soha többet nem tudnék visszamenni olyan lakásba, ahol ezek nincsenek. Most olyan szerencsém van, hogy van egy hatalmas kertem, van egy teraszom, és van egy fedett verandám is, úgyhogy mindenből kiveszem a részem. Gyűjtesz valamit? Igen, per pillanat rózsákat gyűjtök, most már közel 250 különböző tő rózsám van, de igazából sajnos bármit tudok gyűjteni, és bármi irán tudok azonnal függőségbe kerülni, úgyhogy igen, én egy nagy gyűjtögető vagyok. Milyen jó tanácsot adnál egy hozzánk érkező külföldinek? Hát az, hogy próbálja kielvezni az összes lehetőséget, ami itt könnyen elérhető, most itt a tisztességes dolgokra gondolok, egyen igyon, strandoljon, kiránduljon, nézze a gyönyörű városunkat, és próbálja megismerni a vendégszerető, barátságos oldalunkat. Mi a kedvenc külföldi úti célod? Eddig Firenze volt minden évszakban, de a legkedvesebb az Svájcban egy pici falucska, Iseltwald, ahol a nagyszüleimmel nyaraltam sokat gyerekkoromban. Milyen idegen nyelven beszélsz? Sok minden nyelven beszélek, de nem vagyok igazán penge. A középiskolában olaszul tanultam, és ez nagyon hasznosnak bizonyult az opera élet miatt. Aztán az Operett Színházba kénytelen voltam németül tanulni, mert németül is játszottunk. Az angol az kötelező, és most újra nagyon intenzíven tanulok, főleg a kertészkedés miatt. Franciául se adnak el, oroszul se adnak el, úgyhogy ezek is elég jó halláson van, és ezért, hogyha mondjuk Zágrába dolgozom egy hónapot, akkor a horvátot is elég jól értem, részben az orosznak, részben a gyökereimnek köszönhetően, de minden olyan nyelv, ahol a germán közös ős megvan, például Dániában, ott se tudnak eladni. Mit szeretsz a legjobban a télben? Nagyon szeretnénk szánkózni és hógolyózni, hogyha lehetne. Mostanában a tél egy ilyen, és nem a pandémiában, hanem különben is egy ilyen várakozásteli időszak. Megint visszautalnék a saját kertész életemre, hogy egy kertész télen is dolgozik, akkor újra tervezi a kertjét, és kitalálja, hogy hogy fogja majd átültetni az összes növényét, ami megtalálható. Én is ezzel töltöttem a telemet a gyakorlás mellett. Mi jut eszedbe május 1-éről? A munka ünnepe, de hát mi tulajdonképpen mindig dolgozunk, mert egy énekesnek mindig kell gyakorolnia, úgyhogy én egy kiterjesztett május 1-ét élek meg. Feltétlen mész-e osztálytalálkozóra? Járok osztálytalálkozóra, igen, mind az általános iskolai és mind a gimnáziumi osztálytársaim közül sokan lettek úgymond
híres emberek, vagy érdekes pályát befutó emberek, és akik nem lettek híresek, azok is hihetetlen érdekes pályát vagy karriert futottak be, úgyhogy szeretek találkozókra járni. Páholy, zsölje, vagy inkább kakasülő? Hát, ez jó kérdés. Leginkább takarás. Onnan szeretem a legjobban az előadásokat nézni, még a prózait is. Valahogy ez a megszokás, annak is a rabja vagyok. Feketeházi János vagy Gustav Eiffel tervezte-e az Eiffel műhelyházat? Hát az Eiffel műhelyházat biztos az előbbi, és az utóbbi a névadója. Most kértelem megfogtál, mert lehet, hogy az eredeti épületet azt Eiffel tervezte. Mi a kedvenc pizza feltéted? Jaj, én nagyon szeretem a tejfölös pizzát, leginkább a tejfölös tonhalasat, mondjuk medvehagymával. Van-e még otthon CD-lemezjátszód? Van, sőt, használom is. Van abszolút hallásod? Egy érdekes, relatív abszolút hallásom van. Fuvolista voltam, és tehát a fuvolát egy minden hangmagasságban megmondom, hogy milyen hangot játszik, és a főiskolán, mikor még elméletszakos voltam, Szabó Miklóshoz jártam, és nem túl izmos képzettséggel kerültem be a főiskolára, úgyhogy mondhatni vért izzadtam, és olyan mértékű terhelésnek voltunk kitéve, hát a Parsifalt kellett folyóírással írni, hogy akkor kialakult egy nagyon jó és nagyon magabiztos hallásom, nem abszolút, de használható. Mit kérdeznél Mona Lisától? Hogy fájt a foga?